Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk Kisvisszálláson, hamarosan kezdődik egy vállalkozói fórum. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter is az egyik előadó. A foglalkoztatásról, az önfoglalkoztatásról, a fiatalok idősek foglalkoztatásáról szól ez a mai fórum. Ön is egy érdekes előadást fog tartani. Miről is fog beszélni a jelenlévőknek? A mezőgazdasági foglalkoztatásról fogok előadást tartani. Ez a téma nagyon érinti a mi vidékünket, hiszen döntően mezőgazdaságból élünk. Elkönyvelték sokan, hogy néhány százalék a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya a teljes munkavállalói körön belül, de hogyha jobban mögé nézünk a számoknak, akkor látszik az, hogy a mezőgazdaság ma is mintegy 500 000 embernek ad megélhetést közvetlenül, és a foglalkoztatottak száma az 200 000 fő. Jelenleg 37 000-rel nőtt a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma 2,5-3 év alatt. Ez egy jelentős eredmény, hiszen sokan azt vallják, hogy ha a mezőgazdaság fejlődik, akkor egyre kevesebb munkáskézre van szükség. A valóság mégis más, mert hogyha munkaintenzívebb a mezőgazdaság, nagyobb az állattartás, a kertészet, zöldség, gyümölcstermesztés aránya, az foglalkoztatási szempontból is hasznos. Az alkalmi munkavállalók létszáma is emelkedett az elmúlt években, és mi arra törekszünk, hogy a minőségi magyar élelmiszertermelés, a feldolgozott termék előállítás, a kézműves magyar termékek megjelenése, az támogatott, és így további munkahelyeket jelentett. Itt a Kunságban, akár Kisújszáson, Karcagon, de a többi településen is fontos, hogy minél több kéztermék készüljön. Az alapanyag termelésről térjünk át a fogyasztó számára közvetlenül megvásárolható termékekre. Nagyon sok húsfeldolgozó, kisebb, közepes húsfeldolgozó, tésztaüzem, lekvár készítőüzem, konzervüzem kell ahhoz, tejüzemek, mini feldolgozók, hogy a foglalkoztatás növekedjen, és minél több helyi termék legyen. Ennek a támogatására ma már megvannak a lehetőségek, és bízom benne, hogy a mostani fórum, amely Széchenyi terves elemekkel is bővül, az kellő ösztönző erővel bír, és a vállalkozók, az önkormányzatok tevékenységét is segíti. Többször beszéltünk már arról, hogy az ágazatot hogyan próbálja segíteni a minisztérium, milyen támogatásokkal a sertés ágazatot, hogyan próbálja visszahozni a korábbi szintre. Vágópontokról is beszéltünk már többször, de lesz esetleg olyan támogatási forma, amiben kifejezetten mezőgazdaságban foglalkoztatottakat lehet majd pályázati forrásból támogatni? A mezőgazdaság agrártámogatott, tehát ott más jellegű a támogatási rendszer, mint a gazdaság további területein. A foglalkoztatásban például az élelmiszeripar jelentős támogatást kapott az elmúlt években is, de mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy piacok legyenek, hiszen nem a támogatás a lényeg, hanem az, hogy a terméket el lehessen adni. Mind a kül, mind a belső piacokon erre komoly lehetőségek vannak. A Vidékfejlesztési Minisztériumnak egyébként vannak olyan pályázatai a kisfeldolgozókra vonatkozók, például ilyenek, amelyek segítik az, hogy a foglalkoztatás növekedjen. De a mezőgazdasági termelés diverzifikáció, tehát bővítése más profilokkal, például turizmussal, feldolgozással szintén ebbe a körbe tartozik. Én bízom benne, hogy tudunk még kiírni ilyen pályázatot ebben az Európai Uniós költségvetési ciklusban is. Reméljük, hogy így lesz, és arra még majd vissza fogunk térni. Viszont most, hogy jöttünk, megint esett az eső, pedig már örültünk a tegnapi gyönyörű napsütésnek, hogy végre egy kicsit a belvíz-árvíz helyzet javul. Most mi a helyzet? Gondolom, hogy ma is tájékozódott. Napra kész a Vidékfejlesztési Minisztérium a vízállások vonatkozásában, a meteorológiai szervezet is hozzánk tartozik, és a vízügyi szakigazgatás is VM feladat. A belvíz helyzetnél enyhe javulás volt az elmúlt néhány napban, és abban bízunk, hogy most ez nem lesz egy rendkívüli mennyiségű csapadék. Nem hiányzott egyébként, hiszen hátráltatja a mezőgazdasági munkákat, amelyek 2-3 hetes lemaradásban vannak. Mintegy 200 000 hektár van víz alatt, de azt hozzá kell tenni, hogy az ország 5,5 millió hektár termőterülettel rendelkezik. Nekünk itt a Kunságban ez nem vigasztalás, mert a mi mélyfekvésű területeink, döntően a sáréti területek azok, amelyek belvíz által sújtottak, bár nem először. Tehát az itteni gazdálkodók tudják azt, hogyha belvíz van, annak milyen hatása van, illetve azt is tudjuk, hogy ez a víz még az év későbbi szakaszában akár jól is jöhet, bár most nem hiányzott. Én bízom benne, hogy azért a tavasz feltartózhatatlanul jön, és utána a mentési, szivattyúzási munkálatok mellett a időjárás a nap jótékony hatása is segít abban, hogy a belvíz probléma az megoldódjon.
Reméljük, hogy lesz. Köszönjük szépen. Köszönöm.